Nem akárki, a vendégünk Kárpáti György filmkritikus, a Filmkritikusok Nemzetközi Szövetségének főtitkár helyettes. Én nem tudtam, hogy van ilyen szövetség. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt, szerintem. Az egyik legizgalmasabb oszkáron vagyunk túl. Nekem azt mondta a reggeli vendég, hogy az egyik legunalmasabb oszkáron vagyunk túl. És tudod, mi az érdekes, hogy ez mindig így van. Figyeljetek, szubjektív, a film eleve szubjektív. Tehát most, hogyha azt kérdezitek, hogy szerintetek a legjobb film nyert, akkor erre vagy azt mondom, hogy igen, vagy azt nem, és mindenkinek igaza van, és mindenki téved. És arra, hogy a legizgalmasabb, vagy a legunalmasabb gála volt, vagy azt mondod, tehát hogy igen, annyira vagy nem. Kiszámítható volt, de a kiszámítható egyben azt is jelenti, hogy elvileg azok nyertek, akiket mindenki azt feltételezte, hogy nyerni fognak. Kosárlabda őrült rajongó vagyok. Kobe Bryant neve, az gyakorlatilag nekem egybefort az NBA-vel, a profi kosárlabdával. Hát a fene nem gondolta volna, hogy Oscar díjat. De milyen okos volt, nem, hogy az aranygyűrűk mellé hogyan tudott még egy Oscar díjat is szerezni? Mi hiányozhat a kosárlabdán keresztül? Így van. Egyébként, ha valami, akkor az még egy meglepetés volt, hiszen ugye nagyon politikai korrekt akart lenni az Oscar gála, kaptak bevándorlók díjak, kaptak feketék díjak, kapott a női öntudat díjat. Hát ugye itt volt egy vád Kobe Bryant-tel szemben, úgyhogy ezen úgy látszik, hogy szemhunyás volt, hogy a végén az erőszakkal, szexuális erőszakkal, nem erőszakkal vádolt Kobe Bryant, akit ugyan felmentettek, de mégis Oscar-díjat is kapott. Azért is érdekes, mert például Ben Affleck ezért nem ment el? Casey Affleck szegény, akit két hölgy váltott ki nagyon, nagyon szépen és tisztességesen. Figyeljetek, gyakorlatilag a vízérintése nem a legjobb film, és az utókor ezt soha nem is fogja azt gondolni, hogy ez a kor legnagyobb filmje, vagy a legnagyobb filmjének egyike. Ezért gond az, hogy a legjobb film és a rendezés Oscar az egy filmhez ment, mert ha szétválasztották volna, akkor legalább lenne egy olyan érzetünk, hogy igen, itt azért voltak egyenrangú alkotások. Az utókornak ez a film fog inkább fennmaradni, még akkor is, ha csak 4 díjat nyert, és senki nem nyert sokat. Ő közben a képen ugyanabban a ruhában van, mint 65 évvel, 55 évvel ezelőtt? Igen, ez az Eva Maria Szent, és még néhány ilyen gag volt. Az igazság, nekem például ez is egy nagy csalódás volt, hogy annak ellenére, hogy ez egy kvázi évforduló, ez a 90. nagyon-nagyon fékezett habzással történtek a dolgok. Egy csomó nagy sztár nem volt jelen, De Niro, Pacino, Nicholson, tehát bocsáss meg, de nem tudom, százasra várják biztos őket. Lehet, hogy ez a megúszásé volt akkor? Hiszen az elmúlt években itt hirdettek már győztest, aki már köszönte a Filmakadémiának és az édesanyjának, aztán utána megmondták, hogy rosszat olvastak föl. Tehát, hogy ezért, hogy megpróbálták mondjuk úgy, hogy bakimentesen, botránmentesen lehozni? Biztonsági játék. Azt gondolom. Mi miatt biztonsági játék? Mert én viszont a MeToo kampányra gondolnék. Hollywoodot azért ebben az évben brutálisan megrázta valami. Igen, de ahhoz képest meg a Lady Bird nem nyert, amit ugye egy nő írt és rendezett, és egy anyalánya kapcsolatról szólt, tehát lehetett volna demonstrálni vele úgy, mint tavaly a Holdfénynél az afroamerikai öntudatnak a diadalát. Itt ebben az esetben Frances McDormand volt az, aki ezt zászlósként vitte, és az egy szép jelenet volt, illetve ő mondjuk egy olyan alakítást csinált, amivel tök joggal lett második Oscar díjas is, de őszintén szólva a többi kategóriában még a MeToo-t se láttam annyira, mert az, hogy most nyer Gary Oldman, hosszú idő után elvártuk Roger Deakins, mint operatőr, tehát egy inkább ilyen kötelező kűröket futottak le, amiben nagyon jól illeszkedett az, ha egy pici politikát akarunk, hogy a Guillermo del Toro mexikói, tehát ez a bevándorlós történet egy kicsit szintetizálva lett az amerikai-mexikói viszonyra. Egy nagyon picit magyarizáljuk az Oscart, hiszen az elmúlt években teljes joggal egyébként felértékelődött nálunk is önmagában a figyelem is, hiszen idén is egy sikerszériának a következő lépcsőfoka volt, ugye jelölést kapott a kedvenc filmed, amit sokszor láttál, ugye Testről és lélekről. Hogyan áll a magyar film szerepe? Mennyire volt neked meglepetés az, hogy ott voltunk, és egy nagyon-nagyon gyönyörű sikert értünk el, nevezetesen, hogy jelölésünk volt ismét. Jól mondod, itt a Van sapka, nincs sapka esetében van sapka. Nem csak neked, hanem tényleg így. Van sapka. Tehát az nagyon fontos látni, hogy mi egy nagyon pici ország vagyunk ebben a nagy pocsolyában, és ebben Andy Vajnának nem sok szerepe van abban az értelemben, hogy ő nem tud oda menni lobbizni, és nem azért vannak ott a filmek, vagy nincsenek ott a filmek. Ez egy madarság lenne azt hinni, hogy egy embernek ekkora hatása van. Egyszerűen arról van szó, hogy ezek jó filmek. A Saul fiú esetében volt valami plusz, ami favorittá tette, és végignyerte a világot, és Oscar-díjat is nyert. A Testről és lélekről esetében ráadásul ez azért is volt egy meglepő, mert a Netflix volt az észak-amerikai forgalmazó, aki konkrétan nem tettek mögé kampányt. Igen, nagyon-nagyon-nagyon sok kritika érte önmagában a
kampányt. Mekkora a szerepe egy kampánynak abban, 85%. 85%-at mondod? Tehát sokkal több, mint 50, mert ha nincs kampány, akkor a legjobb film is elvész. Mi az érdeke annak egy forgalmazónak, reklámozónak, marketingesnek, hogy egy jelölésig jutó filmet gyakorlatilag akkor ne reklámozzon rendesen? Mondjuk ki, és ezt Enyedi Ildikó is aláhúzta, hogy a maga jelölés is csodaszámban menő volt. Az, hogy véletlenül beesett a Netflixnek, ennek ők így tök örültek, de hogy utána nem érezték azt, hogy ezt a szekeret tolni kellene, van nekik 100 millió plusz előfizetőjük, úgyis megnézi egy csomó ember, és nem fogja lényegesen több megnézni akkor, hogyha ez Oscar-díjas lesz. Egy dolgot tegyünk tisztába, az Egyesült Államokban nagyon sokszor hallottam azt a véleményt, hogy önmagában a jelölés az a hatalmas siker, hogy utána ezt a jelölést valaki önmagában a szoborra váltja, az már habatortán, de önmagában, hogy a testről és lélekről ott volt, ez egy elképesztően nagy siker. Hát abszolút, hiszen gondoljatok bele, 80 plusz jelölés jön évent az idegen nyelvű film kategóriába, azt leszűkíti 9-re, majd 5-re, és akkor a végén egy nyer. Hát ezt még nehezen megnyerni, mint az olimpiát konkrétan, és ebben ráadásul mi nagyon-nagyon hátul vagyunk, hogyha azt veszed, hogy vannak nagy kapacitású országok, franciák, spanyolok, németek, hagyományosan ugye jól cseng a nevük, és az ország, nem véletlen ez a rengeteg dán Oscar jelölés. Tehát az, hogy mi 3 éven belül 2 díjjal meg egy jelöléssel jöttünk, ezzel kb. Úgy vagyunk a világ élvonalából, hogy senki nem érti, hogy most ezt mi hogy tudtuk elérni. Van ennek köze a magyar filmfinanszírozáshoz? Biztos, hogy van, tehát hogy azért ne vegyük el a filmalapnak az érdemét, hiszen gondoljatok bele, hogy itt most azért olyan szerzői filmek, mint a Testről és lélekről, egy viszonylag nagy költségvetésből tudnak készülni, ami régen azért elképzelhetetlen volt, nem szólnak bele a munkájukba, ki tud a kreativitásból bontakozni, és ennek eredményeképpen valóban azért készülnek a jó filmek, mert az ötlet az mindig benne van az alkotókban, vagy tételezzük fel, hogy benne van, csak annak valamilyen módon a körülmények gátat szabnak. Most ez viszonylag szabaton virágzik, persze vannak olyan mellélövések is, amiket jobb lenne nem megtörténteni, mint a papapia, de hát a közönségfilm az más, és ilyen szempontból az európai szerzői film az nagyon szépen szintetizálja a magyar viszonyokat, Nemes Jeles, jövőre is Nemes Jeles, Mundrucó, és ebben Enyedi Ildikó is most belecsapott. Annak, aki nem maradt fenn egész éjszaka, elmondanád, hogy számodra mi volt ennek a gálának a legemlékezetesebb pillanata, akár azért, mert jó volt, akár azért, mert szörnyű? Én megmondom őszintén, hogy nagyon örültem Roger Deakins győzelmének, mert őt ugye 13-ször jelölték Oscar-díjra, és az már olyan ciki, hogy valaki olyankor nem nyer, és a 14-re ő maga is mondta, hogy már félt, hogy Jézusom megint azt fogják mondani, hogy egy másik nevet, és akkor mi fog történni. Illetve az öreg, a nagy rangidős 89-es James Ivory adaptált forgatókönyv Oscar-díja, ami azért parádés, mert neki van 3 jelölése, szerintem már azt se gondolták, hogy ő még a filmszakmában valamit akar, és akkor csinál egy olyan forgatókönyvet, amire mindenkinek így leesik az álla. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a restanciákat pótlandó, ez egy fontos dolog volt. Gary Oldman is egyébként ugyanide sorolná. Ha és amennyiben filmkritikából egy mondatra emlékszem, valaha az elmúlt hetekben azt írták, hogy a Legsötétebb óra című film azért íródott, hogy annak főszereplője Oscar-díjas legyen. Én ezzel egyetértek. Tehát, hogy a Gary Oldmannek valaki oda kellett, hogy adja a koronát, és ez a szerep Winston Churchill eljátszása, ez tökéletesen alkalmas volt. Láttam a filmet, elképesztő volt az, úgy lett gyakorlatilag, hogy nagyon-nagyon szűk terekben készül. Ugye a film, nem voltak nagy háborús jelenetek. Abszolút kameratörténet, igen. Kameratörténet, viszont annak az embernek a szeme, az arca, de még az orra is Oscarért kiáltott. És minkje meg is kapta, tehát ugye az egy másik Oscar díjat hozott neki. De egyébként abban a filmben valóban ilyen filmként túlértékelt, már csak amiatt is, mert hogy az annyira egyszemélyes alakítás, hogy az összes többi körülmény az mellette már másodlagos. Igen, itt látjuk gyakorlatilag szinte szerintem az egyetlen utcai jelenetet láttuk, de most lehet, hogy egy picit túlzottam. Tudod, a promóba ezt be kell rakni, hogy azért mégis mozgalmasabbnak tűnjön, mint ami. Egyébként nekem még a nagy csalódás a 3 óriás plakett Ebbing határában,annak a veresége, hogy úgy mondjam, mert én azt vártam a legjobb filmnek. A legerősebb színészi alakítások abban vannak, és hogyha engem kérdeztek, akkor ez volt a legjobb film ebben a mezőnyben. Akivel ma még csak találkoztam, az nem olyan sok ember, mert még kora reggel van, ugyanezt mondtam, amit most. És legalább a két színésze, illetve hát ugye a legjobb színésznő kategóriában Frances McDormand és a férfi mellékszereplő kategóriában Sam Rockwell nyert. Azok a díjak is jó helyre kerültek, de a színészdíjak egyébként általában tök jól alakultak, mert Alison Jeannie, aki Tonya Harding anyukáját játszott az Én Tonya című filmben, nyerte a női mellékszereplőt. Na látod, ez az, amire azt mondják, hogy oké, kiszámítható volt, de mondjuk ebben az esetben tényleg igaz, hogy ez a 4 színész kategória győztes,
a legérdemesebb volt. Még egy dolog, még egy gyors kérdésem van. Az Egyesült Államokban vannak kultikus nagy történetek, ilyen akár O.J. Simpsonnak a bűnügye, vagy ilyen a Tonya Harding Nancy Kerrigannek az olimpiai viaskodása, ugye, ahol Nancy Kerrigannek megütötték a lábát, ahogy egyébként hazament az olimpiára, azonnal ő lett hófehérke az orlandói Disney Parkban. Mennyi az az idő, amíg el kell telni egy történetnek, hogy utána filmásznom viszont láthassuk? Ez ugye az 90-es évek elejé közepe. Ez gyakorlatilag teljesen téma függő, hiszen gondolj bele, a dokumentumfilm kategóriába, ami most nyert az Icarus, az az orosz dopingbotrányról szól, így, ami egy teljesen friss dolog, sőt, még nem vagyunk a végén, hiszen az olimpia érintett volt. Tehát ez, hogy ott például mégis sikerült valamit meghúzni, egy vonalt, egy következtetést, és ebből egy igényes film tudott lenni, ez a ritkább, de mondjuk ebben az esetben ez megvalósult. Gyakorlatilag ugye ma Hollywoodban és a világban az a tendencia van, hogyha van egy olyan kúrens téma, amit meg lehet lovagolni díjakban vagy pénzben, akkor ráúsznak, és abból egy éven belül is. Annyira jó alany voltál itt nekünk ma reggel, hogy gyakorlatilag túlszaladtunk minden időn. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönjük. Önöknek is köszönjük a ma reggelt. Holnap reggel újra találkozunk Krisztinával, várjuk Önöket. Legyen szép napjuk, viszontlátásra.